lakossági szélmagányban kavarának levegőt, mit tudom én, semmi. Most azt mondja, hogy tényleg a rendben. Készülünk mi is a részvételre, úgyhogy sok sikert az előkészítéshez, a megvalósításhoz, úgyhogy minden jó. A vér az egy olyan dolog, ez nem pótolható semmi mással, tehát nagyon fontos az, hogy a megfelelő számú véradó megjelenjen ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatások ott fennakadás nélkül lehessen biztosítani. És volt egy ilyen ötlet, és ez az ötlet kivitelezésre került, hogy hozzunk létre egy Civilek a Városért díjat. 2009-ben meg is alakult az alapítvány, ami ennek a díjnak az anyagi hátterét biztosítja, és 2010-től minden évben kiadásra került a díj. Egy év volt sajnos kivétel ebben, amikor a covidos évünk volt, és akkor nem lehetett nagy tömeget összehívni. Már 12 alkalommal adtuk ki ezt a díjat. Itt megkaptunk 2 e-mail címet, ezt meg körbeadjuk, megint lemásoljuk, jó? És erre a 2 e-mail címre lehetne a jelentkezéseket beadni, aki érdeklődne ezután. Sajtóképviselői, aki segítsetek abban, hogy az minél több emberhez eljusson ez a felhívás. Az elnökasszonyért szeretném megnyitni ezt, mert még az elképzelések rögtönnek, tehát ezt valamilyen kordába is kell tartani. Én megyek most Gyulával ki, de Zsuzsával még beszélgessetek.